Lakatos úgy adta elő az ő beszervezésének történetét, hogy ez kvázi önkéntes volt, hogy ő recsken racionálisan kiszámította, hogy az élcsapata az az AVH, az a belügy. Tehát az a legbelső mag, és ő mindig ehhez a legbelső maghoz akar tartozni, tehát ha ő ott akar lenni, akkor neki valahogy ehhez a szervezethez kell tartoznia. Ő, gondolom, ez megint feltételezés, egy ilyen intellektuális besúgó volt, akinek az a feladat jutott, hogy éppen az értelmiség számára hozzáférhető köreiben keringő gondolatokra, véleményekre, stb. Figyeljen, és ezekről adjon elemző jelentéseket. Recskről való szabadulása után ő jelentett Méreiről, Szabó Árpádról és Luther Tiborról, tehát elsősorban arról a három emberről, akik a szabadulása után őt lakatták, fölruházták, etették, és így tovább. Tehát igazi jótevői voltak. Ez nem bocsátatom meg. Nem. Szóval, hogy itt egy árulás történt, és ezt én azóta mindig érzem vele kapcsolatban. ...1953 őszén Lakatosnak se lakása, se rendszeres munkája nem volt. Fordításokból, kisebb megbízásokból és baráti segítségekből tartotta fenn magát. Végül Rényi Alfréd odavette a Matematikai Kutatóintézetbe, ahol lefordította Pólya György könyvét, a gondolkodás iskoláját, és ennek hatása élete végéig elkísérte. Hosszú évek után végre lázasan vetette bele magát a tudományos munkába. Egyetemi évei óta igazán most foglalkozott először komolyan a matematikával. Magánélete azonban továbbra is válságban volt. Valahogy közel került a pap családhoz, és formálisan beleszeretett a papába, a pap Andrásba, és az ő akkor még nagyon fiatal lányukba, az Évába, és elvette az Évát feleségül. Én nem hiszem, hogy ő engem vett elő, tulajdonképpen a családom. Ő a családba házasodott bele, azt hiszem. Neki egy család kellett. Én is tetszettem neki persze, de neki kellett egy család. Úgy volt, hogy összevesztünk, kibékültünk, aztán egyik nap állat megkérte a kezemet, és másnap összeházasodtunk. Még bementem az iskolába, vettem ilyen virágokat, és mentem a buszon, találkoztam valamelyik haveres, kérdezte, hogy hova megyek, mondtam esküvére. Kérdezte, kinek ez a esküvére, mondtam, hogy a sajátomére. Ez ilyen, még a szüleim se voltak ott, azt hiszem. Mm.